a pálfordulást a 69 évi védőoltások bevezetése eredményezte. Szücs Mária Balassa János kórház orvosigazgatója beszélt arról a tendenciáról, mely Magyarországon a kanyarode járványt jellemezte. Amióta a védőoltásokat bevezették, drasztikusan csökkent a megbetegedések és a halálozások száma. 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltást, és ennek eredményeként már a 80-as évektől nagyon lényegesen lecsökkent a megbetegedések száma, 90-es évekre, ezres nagyságrendűre, és 2002-ben már nem regisztráltunk honi eredetű kanyarót. A statisztikák azt mutatják, hogy az 50-es, 60-as években meghaladta a 40 000-et a megbetegedések száma, és 140-nél is többen haltak meg a kórban. Innen jutott el a 2002-es nulla megbetegedésig az egészségügy. De ez a helyzet Európa más országaiban nem ilyen rózsás. A világban a kanyaró járványügyi helyzete nagyon rossz, és sajnos az utóbbi években ez egyre csak romlott, ami megnyilvánul abban, hogy nagyon magas a megbetegedések száma, és sajnálatosan halálesetek is előfordulnak. Ez nem csak a konfliktusos övezetekben figyelhető meg, hanem Európában is. Járványok vannak Olaszországban, Franciaországban, Németországban, Angliában, Romániában, tehát itt a környékünk. Magyarországon a védettség egyetlen oka a magas átoltottság, mondja Szűcs doktornő. Ha a kisgyerekek megfelelő életkorban megkapják a védőoltást, egész életükre védettséget szerezhetnek a halálos korral szemben.